Úgy tűnik, hogy felébredhet Csipke Rózsika álmából a Dracula ház. Valójában mi történt? Valóban felébredhet Csipke Rózsika álmából ez az épület. Nekem mindig a szívem szakadt meg, amikor ide kijöttem, hiszen elég sokat járok Újtelepre, hiszen nagyon közel lakom ehhez a település részhez, és mindig úgy elgondoltam, hogy milyen csodálatos lenne, hogyha ebből a romos épületből valamikor egy szép kulturális sportközpontot tudnánk létrehozni. Egy nagyon hosszú húzavona eredménye az, hogy gyakorlatilag sikerült a fővárossal megegyezni, illetve hát ez egy jogi procedúra volt, hiszen a főváros a jogos tulajdonát igényelte az MVM ZRT-től, és idén márciusban gyakorlatilag megtörtént ez a döntés, a bíróság meghozta azt a döntést, hogy a fővárosi lehet az épület, amint a főváros birtokba kerül, értelemszerűen egy közgyűlési döntés alapján, amit gyakorlatilag én próbáltam elérni, és egy előterjesztés formájában a közgyűlés elé előterjesztettem, megkaphatja a kerület, és ennek eredményeképpen gyakorlatilag ezt a központot létre tudjuk hozni. Elég hátra nézni, ez egy nagyon szép kis település rész, nagyon-nagyon sokan érdeklődtek, és nagyon sokan érdeklődnek mai napig is, hogy mi lesz a sorsa. Ez egy 24 éve húzódó ügy, úgy néz ki, hogy most megoldódott. Magának a épületnek a iratok szerint 70 millió forint körül van a becsült értéke, viszont úgy tűnik, hogy a Soroksári önkormányzat ingyen méghozzá egy fél évszázadra kaphatja bérbe. Ennek mi a háttere? Mint említettem, a közgyűlés egy ilyen döntést hozott. Elég hosszú tárgyalások, elég sokszor tárgyaltam a fővárosban ez ügyben, és úgy gondolta a főváros vezetése, hogy Soroksár megérdemli, hogy 50 évre megkapja ezt az épületet. Így elhárulnak azok az akadályok, hogy ne csak itt álljon, és a mi tulajdonunkban legyen 50 évig ingyen és bérmentve, hanem gyakorlatilag befektetve föl tudjuk újítani, és itt egy méltó helyet tudunk kialakítani az itt élők számára. Milyen program szerint lehet megvalósítani ezt a változást, hogyha megtörténik majd az iratok aláírása, és ténylegesen lekerülnek majd a lakatok meg a láncok az ajtókról? Hát a bírósági döntés szerint a főváros birtokba kell, hogy vegye az épületet, erre várunk, de mint említettem már a közgyűlési döntés megvan, amint birtokba kerül a főváros, akkor a kerület ezt megkaphatja, és akkor értelemszerűen a következő évi költségvetésbe be fogjuk tenni, és elkezdjük azt az összeget, ami ennek a felújítására szükséges, részlegesen, hiszen egyszerre biztos nem tudjuk megoldani, mert közel 1000 négyzetméteres épületről beszélünk, és hát el tudják kedves nézők gondolni, hogy 24 éve romos állapotban itt áll, és gyakorlatilag semmire nem használták, hát tüzetesen át kell vizsgálni, és úgy felújítani, hogy az mindenkinek jó legyen. Tulajdonképpen egy kicsit szívfacsaró is, ahogy az ember nézi, hogy óvodák megpróbálták valahogy egy kicsit emberszabásúvá tenni ezt a halott épületet. Ugye a külső felületen vannak olyan óvodás rajzok, amelyek valamiféle melegséget próbálnak megvarázsolni ide. Milyen melegséget próbálnak varázsolni, amikor majd kész lesznek a tervek, és aztán megvalósul az álom? Egy olyan központot, ahova bárki bemehet értelemszerűen. Lásd a Molnár-szigeti tündérkertet, ahol az a rehabilitáció megtörtént és folytatódik, hogy amelynek eredményeképpen gyakorlatilag a közönség tudja használni. Hát itt is értelemszerűen egy kultúra és sport ifjúsági centrumot szeretnénk létrehozni, ami kiszolgálja az itt élőket. Hogyha az ember egy ilyen vállalkozásba belegondol, akkor, mint ahogy említette, azért hosszabb idő kell a megvalósuláshoz, de azért mégis mennyi a hosszabb idő ilyen esetben? Hát ezt prognosztizálni azért nem tudjuk, mert gyakorlatilag az épületet én egyszer láttam belülről, tehát ezt fel kell mérni, és mint mondtam, tüzetesen át kell vizsgálni, hogy gyakorlatilag milyen hibák vannak benne, és a célnak megfelelően átalakítani. Tehát ezt én most előre meg nem tudom mondani, hogy mikorra, igyekszünk minél hamarabb ezt megvalósítani, hogy használni lehessen. Miután itt egy ilyen jelentős győzelemről van szó Soroksár számára a fővárosi közgyűlésben, talán érdekes még az is, hogy a közgyűlésben a szavazatok aránya is számít, meg az, hogyha az ember, mint ahogy ön a lobby tevékenységet végzi, akkor gondolom, hogy különböző frakciókkal, különböző emberekkel kell tárgyalni. Ez hogy működik? Beavat bennünket?
Gyakorlatilag ebben az esetben nem kellett különösebben a frakciókkal tárgyalni, hiszen mindenki egyetértett azzal, hogyha egy ilyen romos épület egy kerületben van, akkor a szavazatával segíteni fogja azt, hogy élő centrumot tudjunk létrehozni. Hát értelemszerűen, hogyha hozzám akár egy ellenzéki képviselő fordul, mert az ő kerületében valami olyat szeretne elérni, ami az ott élőket szolgálja, akkor értelemszerűen segít az ember. Valamikor ez az épület ugye azt a célt szolgálta volna, hogy egy derék, máshol is működő élelmiszeráruház ABC legyen belőle. Bár most már tulajdonképpen majd, hogy nem mindegy, de azért a történeti hűség kedvéért azt lehet tudni, hogy miért nem sikerült ezt megvalósítani? 80-as évek végén épült az épület, és jött a rendszerváltás, és valahogy elveszett a nagy keszekusza állapotban, gyakorlatilag soha nem működött úgy, mint ABC áruház, vagy Áfész áruház. Mint említettem, én már voltam bent az épületben, és azért csiralmas az, hogy mai napig is ott vannak azok a hűtőszekrények, amelyeket ide szállítottak azért, hogy működőképes legyen az egység. Hogy miért, ezt nem tudom megmondani. Örülök, hogy most már meg lesz a funkciója. Megpróbáltam utána gondolni, de legalábbis az én memóriabázisomban nincsen semmi arról, hogy ki volt a Dracula ház keresztapja, keresztanyja, ez honnan jött? Hát gyakorlatilag ezt sokáig régi Áfész áruházként említették, és hát nyilván olyan helyeken még mindig így beszélünk róla, de itt a helyi lakosság nevezte el Dracula háznak. Én gondolom, hogy azért, mert úgy néz ki, mint egy szellemház, és gyakorlatilag a leromlott, lepukkant, elszlömösödött állapot is indokolja azt, hogy egy ilyen nevet akasztottak rá. Hát elég aranyos, fogalmazhatunk így is. Viszont a Csipke Rózsika talán majd átveszi a Drakulának a szerepét ebből a szempontból is. Egyébként nem rossz ötlet, ugyanúgy, mint a tündérkertet elneveztük annó. Lehet, hogy ez az a Csipke Rózsika ház, nem tudom.